Na, ugye a terrorizmusról, ahol beszélünk, akkor nemzetközi kapcsolatok, biztonsági és politika definiálunk. Közben itt ügyesen átugrott a bevezető Nem leszünk így. Na, ez az. Ugye egy ősi kínai mondás, hát ezt ma úgy szoktuk idézni, hogy ő meg egyet, félemlíts, meg egy milliót. Na most képzeljük el az ősi kínai kommunikációs viszonyok között, hogy jut el egy ember halála egy millióhoz. Ugye ez az internet kell, meg az információs forradalom. Tehát eredetileg ez úgy szólt, hogy ő meg egyet, félemlíts, meg százat. Talán ezzel lehet a terrorizmus hatását a legjobban definiálni. A másik pedig, ugye egy római mondás, mely szerint láthatatlanul jövök, a terror támadás az mindig váratlan. Az esetek döntő többségében hirtelen és sokszerűen éri a társadalmakat, még akkor is egyébként a napi szinten vannak közelben terror cselekmény, mert valahogy az ember arra sose számít, hogy ő, vagy a családtagja. Tehát ez is megvan ebben a történetben. És ugye a nemzetközi jog, nemzet mindenki definiál. A terrorizmussal az a baj, hogy van több száz kiváló definíció, nincs egy olyan, amit mindenki elfogad. Tehát Kiváló definíció van nagyon sok szervezetnek, az ensz nincs, nagyon egyszerű okból, mert ami a nyugati országoknak patent, arra a harmadik világ többség azt mondja, hogy nem áll. Tehát ugye nagyon komoly megosztottság van már ebben a kérdésben is, borzasztó egyszerű okból kifolyólag kinek a harcos, kinek a terroristája, az másnak a szabadsághőse. Mannheim begin terrorista kezd, kezdi karrierét. De Jaszer Arafat is. Üh, begin is Nobel-díjas lett, ugye a Kem megállapodásért. Arafat az oszlóért. Nelson Mandela, béke Nobel-díjas, és egy terrormozgalmat vezetett az apartheid dél-afrikai köztárság ellen és a sort lehetne folytatni. Mindenkinek javaslom egyébként, aki tud németül, olvassa már el, hogy azok a galád osztrákok mit írnak, ami 48. március 15-énkről. Tehát nézőpont kérdése, hogy mit és hogyan ítélünk meg, és ettől borzasztó nehéz a terrorizmussal szembeni fellépés. Nagyon sok kiváló definíció van. Ezekben van egy csomó közös pont. Például, hogy Erőszakot alkalmazunk. Na jó, de a Kovács Pistike intővel megy haza. Kovács apuka lehet, hogy erőszakot alkalmaz vele szemben, tehát ettől még. Nyilván Pistike nézőpontjából abban az adott pillanatban apa lehet terrorista, de a nemzetközi megítélése nem ez. Ö, elsősorban a polgári lakossággal szemben Pistike is polgári lakos. Tehát ezzel még mindig nem vagyunk előrébb. Félelmet vált ki. Hát apának az a célja, hogy tanuljon a büdös gyerek megviselkedjen. Tehát nyilvánvaló módon ez is tint. És nagyon fontos, ami minden normális definíció benne van, a politikai cél. Hogy apának nincs politikai célja. A terrorista mozgalmaknak van egy határozott politikai célja. Ez választja el őket a szervezet bűnözéstől, mert a szervezet bűnözés is megcsinál ugyanezeket. Csak ugye ott az a lényeg, hogy profit legyen. Pénz. Tehát a szervezet mindez is, az egy gazdasági vállalkozás. Terrorcsoportoknak is lehet gazdasági lába. Más, de mondjak, a világ egyik legnagyobb kábítószer kereskedő és elosztó vállalkozását úgy hívják, hogy Hezbollah. A Hezbollah nyakig benne van a dél-amerikai kokain bizniszben. A világ egyik legnagyobb neppere abból finanszírozza a bevét. És innentől kezdve nem szervezett bűnző csoport, mert a Hezbollah ebből fegyvereket vesz. Választási kampányokat finanszíroz. És rögtön itt a következő probléma, hogy egy politikai párt lehet -e terrorista. Hiszen a Hezbollah, meg tulajdonképpen a Hamas is, az adott területnek a politikai pártja. Ugye ez az, amivel a nyugati definíciók, hát nem lehet -e egy terrorcsoportnak területe? Ugye ez egy nagyon jó kérdés. A válasz pedig az, hogy, hogy a fenében -e lehetne. És ezt egyébként nem az iszlám állam találta ki, hanem a farc meg az ellen Kolumbiában. Tehát ez egy nagyon régi, ugye mind a kettő szélső balos terrorcsoport, kiválóan együttműködtek a kábítószerkartelekkel, ők biztosították a védelmet, és osztoztak a bevételen. Tehát az a baj a legtöbb definícióval, nem csak a terrorizmus kapcsán, hogy az élet ezeket mindig meghaladja. Tehát definiálni nagyon sok mindent lehet, csak a valódi életet, a valós életet nem lehet szabályok közé szorítani. Az amerikaiak egyébként mellé önvédelemből például a CIA beleteszi azt, hogy egyének vagy csoportok, mert ugye állami nem lehet terrorista. Hát most ugye nem a, ne az amerikaiakra mutogassunk, mondjuk ha olyan népnevelő szervezetek jutnak az eszünkben, hogy Gehem az azaz Gestapo vagy itt Magyarországon az AVH, vagy ugye a Cseka KGB sorozat, és a többi, és a többi. Hogy a fenében ne követhetne el a állam is terrorcselekményeket? Nagyon gyakran történnek ilyek, és mi van akkor, amikor egy állam a saját lakosságát? Gondoljuk, be, hogy Stálin uralkodás alatt háromszor több szovjet állampolgár tölt meg, mint amennyi németet öltek meg a vörös csapatok a második világháborúban. És akkor Nézzünk egy klasszikus de, definíciót, nem menjünk olyan messzire a térségtől. Netanyahu írt egy tök jó könyvet a terrorizmus, még sokkal ezelőtti Netanyahu volt, a mostani már nem én ilyet. Egy abban nagyon találó definíciót fogalmaz meg. A terrorizmus a polgárokon gyakorolt szándékos módszeres erőszak, amely az által a kiváltott félelmen keresztül politikai célokat kíván megvalósítani. Patent. Ezt csinálja Hamas, ezt csinálja Hezbollah. Mit csinál Izrael? Fordítsuk vissza a definíciót. Fordítsuk vissza a definíciót, lőjünk vissza vele Izraelre. Ne a mostani konfliktussal kezdjük. Ha régen, mondjuk, valaki késelt az utcán, vagy robbantott, akkor az izraeli véderő odament a házához, és lerombolta. Nem is biztos, hogy voltak palesztin halálos áldozatok. Általában figyeltek rá. Na de. Biztos, hogy a szomszéd is, mert általában a palesztinok egy házban, nem egy család lakik. Biztos, hogy a szomszéd is tudta, hogy mire készül Mustafa. Tehát a szomszéd tehetett arról, hogy a szomszéd ajtó mögött lakó ugyanabban a házban, hogy terror, terrorcselekményt követett el a szomszéd. És ugye ezeket a képeket megnézzük, a gyerekek tehettek róla. Tehát borzasztó nehéz a terrorizmusnál megtalálni a választóvonalat. Mindenki követel terrorcselekményt. Sajnálatos módon, más megítélése szerint. Mondjuk ennél egyszerűbb a helyzet, ha megnézzük most Gázát, mert ami most Gázában zajlik, azt már kicsit nehéz magyarázni október 7-ével. 26 ezer fő fölött van az áldozatok száma. Ez egy borzasztó magas szám. Döntő többségük nő és gyerek. Hozzá kell tenni, kapaszkodunk, a 26 ezer fő nem sok. Abból a borzasztó szempontból, hogy ez a konfliktus a bombázásoktól kezdve, nem a szárazföld invázió kezdetéről beszélek, több mint három hónapja tartik, lassan tart, a lassan negyedik hónapba lépünk. Egy olyan területen, ahol négyzetkilométerenként hat ezeren laknak. Tehát ezt mondjuk az izraeli haderőn oroszosan kezelni, akkor a halottak száma már százezrekre rúgna. Tehát Izrael annak ellenére irgalmatlan magas a szám, hogy Izrael igyekszik vigyázni a polgár lakosság úgy, amennyire nyilván nem töri kezét, lábát, de sokkal jobban figyel a polgár lakosságra, mint az a Hamas, aki a sajátjait használja élő pajsként. És nyilván mi lehet ezzel a cél? Félreértést ne essék, a Hamasosok nem hülyék, sajnálatos módon. Egyszerűbb lenne Izrael a helyzete, ha őrültek lennének pontosan tudták, hogy ebből egy kőkemény izraeli visszacsapás lesz, tehát ők bekal, belekalkulálták a palesztin lakosság óriási veszteségeit, a politikai cél elérése érdekében az meg mi, hogy figyeljen az egész világ a palesztin ügyre. Sikerült? Sikerült. Ugye Erdogan török elnököt látjuk az ENSZ-ben. Tehát bejött. A terrorizmus az valami elképesztő kegyetlenség. Ugye szokták a terroristák úgy is nevezni, hogy az erőszak mérnökei. Tehát van bekalkulált áldozat, van bekalkulált veszteség, van egy előrendő politikai cél. És akkor mi van akkor, amikor célzottan likvidálok? Ugye targeted killing, hogy az amerikaiak nevezik. Egy másik ország területén a levegőből szétdrónozok valakit, az nem terrorizmus? nézőpont kérdése. Mi van akkor, amikor valaki kiesik az ablakon novicsokos tát kortyolgatva, a polónimus lőszere háromszor tarkó lövi magát? Tehát történnek véletlen balesetek Oroszországban. Beszéltem egy orosz mérnökkel, aki mondta, hogy hidd el, Feri, nálunk sem építik olyan alacsonyan az ablakot, hogy úton útfélen átbillen rajta az ember. Tehát, hogy ott is ebben a magasságban van, de nagyon nehéz véletlenül kiesni az ablakokon. Tehát az a baj, hogy az erőszak alkalmazása a politikában az egyidős gyakorlatilag az első államok kialakulásával. Egyébként a, azt hiszem, a Aston ellenség ment ez a film magyarul, én angolul láttam, javaslom mindenkinek, ez a drónpilóták életét mutatja meg. És akkor el is jutottunk egy nagyon komoly váltáshoz a terrorizmusban. Ez az úgynevezett új típusú, vagy globalizált terrorizmus. Kezdődik az alkaidával, de igazi Brenté az iszlám állam tette. Az információs forradalom az teljesen megváltoztatja a médiafogyasztási szokásokat. 5 percen belül breaking news mindenhol, van egy nagyobb öngyilkos merénylet, a világ minden pontján. Ebből 4 perc, ötven másodperc legépelni a hírt, mert az információ a szálloptikai kábelekben a fénysebességgel megy, és a fényvákumban 300 km kilométert tesz meg másodpercenként. Mindenről tudunk, és ezt a terroristák is tudják. Tehát ez egy teljes Felfogásbeli váltás, és nagyon fontos a Hamas, meg a Hezbollah, már az új generáció. Ugye a Hamas 87-ben, a Hezbollah 82-ben, a Hamas az első intifádával, Hezbollah pedig a libanoni, vagy 5. arab háborúval születik meg és kezdi meg működését. Tehát a klasszikus mozgalmak, mint az IRA, ETA, a Vörös Brigádok, ők általában nem öltek meg bárkit. Voltak célpontok. El akartak élni, ejtettek túl, tárgyaltak a másik féllel. Ugye a Hamas néha, a Hezbollah is néha, de általában nem veszik komolyan. Ugye itt nagyon sokszor az a lényeg, hogy rengeteg áldozat legyen, mert felfigyelnek az ügyre. Ugye elérhetetlen célok, ugye szűnjön meg Izrael állam. Na most egy olyan állam, aminek 90 atom töltete van, nem fog megszűnni. Ha igen, akkor az összes rátörőt megszüntetni kívánót megszünteti előbb. Tehát Izrael a 90 atom töltetével és a hozzávaló rakétákkal lefedi a teljes iszlámvilágot. Volt már rá precedens, 73-ban Golda Mer komolyan elgondolkozott azon, hogy kivilágítja Kairót meg Damaszkuszt. Csak a hadsereg tábornokai Ariel Saró, Jitzak, Rabin, Simon Peres, ugye később politikusként mindegyikük nagyot futott, mondták, hogy nyugi, megoldjuk és hál' Istennek megoldották, de valóban a 73 al levegőbe lebegett, hogy Izrael annyira megélt a Goldamer féle vezetés, Izrael fontolóra vette az atomfegyver használatát. És ami nagyon fontos, a régi mozgalmak regionálisan hatottak, az a globálisan. Mindenhol ismerik sajnos a Hamas meg a Hezbollahok, nem csak a közel nem csak Európában, Kínában is, Indiában is. Ugye a cél az irreális. Akár az iszlám államról beszélünk, akár a Hezbollakról, akár számos szempontból iráról a deklarált cél, meg a valós cél között az persze óriási különbség van. És itt az információs forradalom nagyon fontos. Gyűlöljük a nyugatot, de használjuk mindazt, amit a nyugat adott nekünk. A technológiát, az internetet, a közösségi platformokat, toborzásra, hirdetésre, anyagi javak begyűjtésére, finanszírozására, stb. És ebben mi a nyugati országok zseniális partnerek vagyunk, mert azonnal rárepül a média. Szoktam mondani a hallgatóimnak, soha nem hallottam még bármelyik híradót azzal kezdeni, hogy ma senki nem halt meg közlekedési balesetben Magyarországon. Az nem hír. Tehát sajnos ilyenek a médiafogyasztási szokásaink. És ezt a terroristák is pontosan tudják. Nagyon fontos, hogy ebben a térségben, ha bármi van, arra mindenki figyel. Sokkal inkább, mint számos más térségre. Először is, ugye a huszi lázadók, a világkereskedelme egy igen jelentéketelen része mozog itt minden évben. Keresztül olyan 2000 milliárd dollár. Magyarország gdp je tavaly 280 volt, csak úgy a nagyságrend kedvéért. Ami nagyon fontos, hogy ez nőni fog. Eleve a legfontosabb folytópontok pontok többsége az iszlám világban van. Gibraltár csak félig, de a török szorosok, Boszporosz, teljesen, Szózi csatorna teljesen, Bábelmandep, Hormuzi szoros teljesen, és ne felejtsük el Malakka szoros, Indonézia és Muszlimország. Tehát a legfontosabb tengeri folytópontok zöme az iszlám világban van. Ha csak a közvetlen térséget nézzük, három nagyon fontos folytópont van itt. Ebből most épp a Bábel Mandelnél van helyzet, ami nyilvánvaló módon már Magyarországon is leállt egy időre a Suzuki gyár mert sajnos a motorokkal körbe kell furikázni Afrikát meg Európát, tehát nem jöhetnek direkt módon az Adrián keresztül. Ezeket a hajókat nem nehéz elhibázni, szinte lehetetlen. Tehát ez egy Battilus osztályú francia gyártású tartályú, ez az építőmunkások gépkocsia. 3 millió fér bele Magyarország napi fogyasztása 170 ezer hordó. Tehát nagyjából Magyarországnak körülbelül 16-17 napi teljes fogyasztása van egy hajóban. És ég, mint a zsír. Tehát nem, nyilván, ami benne van, gyúlékony. A közel még fontos, mert onnan hordják szét a világ ellátással szükséges olaj nagy részét. Ugye kik a nagy függők? Ugye a kelet-ázsiai felemelkedő gazdaságok, kevésbé Észak-Amerika és abszolút Európa. Ugyanez igaz a cseppfolyós földgázra is. Leváltunk az orosz gázról? Szuper! Akkor még többet veszünk innen. Egy normál cseppfolyós földgáz szállító hajó a 120 ezer köbméteres, egy köbméter cseppfolyós földgáz 640 köbméter. Gondoljunk bele, két-három köbméter földgáz, ha kimegy és beszikrázik, elviszi a házat. Egy 120 ezer köbös hajóban 82 millió köbméter földgáz van, az 550 kilotonna. A hírosimai atombomba az 15 kilotonnás volt. Tehát minden egyes ilyen hajó egy-egy termonukláris fegyver. És akkor még nem beszéltünk a nagy konténer szállító hajókról, mindenki, a legnagyobbak azok 12 ezer kamion rakományát viszik. Ezek erre járnak, Ázsia, meg Európa között. Ez a világ egyik legfontosabb hajóútja. Ugye a két piaci központot köt össze, nem mellesleg a kínai, japán, dél koreai gazdaság így éri el a magreb országokat is. Sőt, kapaszkodunk, az amerikai járók egy része is errefelé jön sokszor, a nyugati partról, vasúttal átviszik oda sokszor, és aki figyeli a híreket az Niño jelenség miatt, momentán a Panama csatornában nincs elég víz. Akkor a száj van a régióban. Egy hétre ez a hajó besatúzott, és megakasztotta a világgazdaságot. Na most tessék elképzelni, hogy most, hogy a hutuk, hutik már huszik. Huszik, hutik? Enró melyik a helyes? Huszik? Huszik, oké. Okay. Tehát a huszik már csinálják a Green Boost, egyre többen kerülnek. Nagyon fontos a vallás. Ez a kedvenc képeim egyike. Siratófal, alakszamecset, sziklamecset. Valahol itt keresztelték Jézust, és ott feszítették meg. Kinek szentebb helye? Kié ez a hely? Mindenki. Az emberiség közös kultúra és kincse, csak nem tudnak osztozni rajta a felek. Ez a probléma. A mennyei királyság kedvenc filmem, ugye amikor megkérdezi Orlando Bloom, azaz a lovak szaladint, hogy mit ér Jeruzsálem? Semmit. És mindent. Tehát mindennek a közepe. Nem fogom elmondani, ez a térség akkor se volt békés, amikor épp nem volt nagyobb háború. Nagyobb háborúkat hát itt látjuk, de aztán van határháború, libanoni válság, felmorzsoló vagy anyagháború, palesztin felkelés Libanonban, fekete szeptember Jordániában, Ö, aztán Izrael ugye ott ragad Dél-Libanonban, polgárháború is van, bemegy megint Libanonba, ott marad megint 2000-ig. Tehát itt nem csak nagy háborúk voltak, hanem folyamatosan volt egy csomó kicsi. Mi a különbség? Előttem lőve előadók nagyon szépen elmondták, 67-ben meg 73-ban egyrészt az iszlám világ rájött arra, hogy akárhányszor megyünk neki Izraelnek, és akármilyen jónak tűnik is a helyzet, a végére úgy elvernek minket, mint a kétfenekű dobot. Tehát katonai erővel az izraeli kérdést nem lehet megoldani. Ez tök jó, mert Egyiptom létét nem fenyegeti veszély. Jordánia létét nem fenyegeti veszély. Libanon létét veszély, fenyegeti, de az bent van, tehát az nincs köze Izraelnek. Viszont mi lesz a palesztinokkal? Ugye a palesztinok 67-től kezdve radikalizálódnak, már lassan, de biztosan mindenki elfeledkezik róluk. És így itt lehet látni, hogy az ezret forduló óta egy nagy háború van, ez az úgynevezett második libanoni háború, az összes többi ilyen, hát nevezném alacsony intenzitású konfliktusnak, de nem állami szintű. Tehát a Hezbollah nem állam. A Hamas még annyira se. Tehát ezek konfliktusok, háború szint alatti konfliktusok, mert háború minimum két állam kell, de lehet látni, hogy békésen nem lett a térség, és mindenki teszi a dolgát. Ugye a Hamas rakétázik, az izraeliek visszalőnek. Az áldozatok aránya az általában 1 a 10, 1 a 15. De ez azért, mert Izraelnek mérhetetlen mennyiségű pénze van, és kifejlesztett a Hamaszon múlna, ő azért jóval többet ölne meg. Csak van vaskupola, van Dávid paritjája, van nyíl. Tehát olyan korszerű, süt, Izrael már lézerrel is le tudja lőni a beérkező eszközöket. Tehát Izrael elképesztő mennyiségű pénzből épített ki egy védelmi rendszert. Miért tudnak ezek a mozgalmak létrejönni nagyon-nagyon röviden? Legfrissebb térképeket látjuk, de sajnálatos módon a térség konfliktus bármilyen térképe pont ugyanúgy nézett ki 30 vagy 40 évvel ezelőtt is. Tehát a térség államainak zöme jó Szíria az arab tavasz előtt stabilabb volt, de nem az állami stabilitás célpontja. Uh, el elképesztő mennyiségű és méretű korrupció van a térségben. Eleve az iszlám világban a korrupció kicsit más megítélés alá tartozik, mint, mint mondjuk a skandinávoknál. Hogy uh, uh, biztos példát mondjak. Sajtó uh, sajtószabadságról azt se tudják, hogy eszik -e vagy isszák. Tehát ugye a sajtószabadság az azért, jó, mert a disznóságot, ha van független sajtó, nem lehet eltusolni. Terror szervezetek pedig mindenhol vannak. Ugye ezek az államok a legalapvetőbb dolgokat sem feltétlenül tudják biztosítani állami szinten. A feladat ledelegál, lemegy alacsonyabb szintre. Mondok egy európai példát. A Troubles idején Észak-Írországban a brit rendőrség be sem ment a katolikus negyedekbe ott az ira volt az állam, az ira volt a törvény, az ira tartotta fel a közrendet, közcsendet, ő büntetett, adót szedett. Tehát volt az irának is egy de facto magállamisága. Tehát a Hamas meg a Hezbollah ebbe a hatalmi államtörékenységi vákumban nőtt bele. Olyan területeken, ahol nem volt erős működelm, és pont ettől olyan pokolian stabilak a mai napig, mert most sincs. Tehát a Hamas nem csak terrorszervezet, hanem a Hamas tartja fenn a mecseteket, a Hamas finanszírozza az oktatást, a Hamas meg az ENSZ biztosítja az egészségügyet. És ugyanez igaz a Libanon síta részeinek egy jelentős részén, a Hezbollahra, mert a Libanonban ráadásul a Hezbollahnak síta riválisa is van, az Amal. Tehát azért ott nincs, nem minden síta a Hezbollah követője. És itt látszik ez a modern biztonsági Térkép az a pirossal, meg narancsárgával jelölt helyek azok, ahova a fehér ember nem menjen, mert belefőzik a koszkoszba. <laughs> tehát, tehát azok, azokban a régiókban iszonyatosan nagy a biztonsági kockázat. Most lehet látni, az iszlám világ egy igen jelentős része, az, az oda esik. Jelenleg Izrael ezekkel a szervezetekkel harcol Gázában. Nem csak a Hamásszal, és így itt a másik végén van ugye az Izaddin al-Qassam brigádok, ami a Hamas katonai szárnya, hanem ezen kívül ott van még egy rahedli más szervezet is. Legizgalmasabb az Al-Aqsa brigádja, ami szintén harcogázában, holott az a Fataknak a fegyveres szerve, és a Fatak elvileg tök jóban van Izrael a fenét. Tehát itt az a baj, ha Izrael egy csoportot szétver, lesz helyette másik ez a reziliencia, tehát ha egy olyan állammal küzdök, amit nem tudok legyőzni, és ellenben ő mindig legyőz engem, akkor rengeteg alternatívát kell kiépítenem. Több lábon kell állnom. De ugye egyébként, aki megpróbál ebben eligazodni, nekem egy valahányszor megpróbálok elmélyedni jobban bizonyos arab országok belső viszonyaiban, klasszikus filméményem jut eszembe, a Brian élete gondolom többeknek megvan, ami görbe tükör a közel-keletről, de az a döbbenet, hogy nyilván ez Jézus életét próbálta parodizálni, de bármelyik közel-keleti államra, majd, hogy nem a mai napig igazak az ottani történések. Ehhez képest Libanonban már szinte rend van, ezek csak a síták, és Muszáj egy picit szidnom, bár Errózse nyilván majd csúnyán néz rám, de aki ebben a zavarosban a legjobban halászik, az Irán. Irán ügyesen fektet be, Irán kiképez, Irán pénzt ad, Irán ideológiát ad, és csak csendben teszem hozzá, hogy neki ez a dolga. Tehát Irán is érdeket érvényesít, azt csinálja, amit a nyugatiak szokták, amit az oroszok, amit a kínaiak. Bizonyos szempontból Irán nem rosszabb, mint számos másik ország. Nézzük már meg, mit csinálnak az oroszok Ukrajnában. Nézzük meg, mit csináltak az amerikaiak Afganisztánban, meg Irakban. Tehát a nemzetközi kapcsolatok az sajnos olyan, mint a falusi kocsma. A legnagyobbak főleg előről püfölnek a kicsik hátó Tehát Irán ebből a szempontból inkább a kicsikre hasonlít. De az a baj, hogy borzasztó ügyesen csinálja azt, amit csinál. Nem véletlenül ülik meg az amerikaiak Kaszim Szulejmáni? szulemáni tábornokot, sokat tett érte. Tehát képített egy olyan helyettes hálózatot, ami több százezer harcos tud megmozdítani. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy Irán csettén egyet és ugranak, mert minden csoportnak megvan a saját célja. De vannak nagy közös célok és félreértés, ne essék. a huszik, ha Irán nem akarná, nem tudnának rakétázni, mert Iránból jönnek a rakéták. Iránból jön hozzájuk az alkatrész, Irán mondja meg, hogy melyik hajót kell lőni. Tehát a husziknek nincsen képességük, hogy a Nemzetközi Hajózási Regiszterbe megnézzék, hogy melyik hajó hová tart, meg ki, ki milyen tulajdoni háttérrel rendelkezik. Nyilván az amerikaiak négy évvel ezelőtt, ugye pont az ő halálánk évfordulóján volt a robbantásos menélet, amit az iszlám állam követett. Ezt nagyon meghálálták nekik. És ebből a szempontból ez azért nem feltétlenül terror támadás, mert itt mindenki megérdemelte. Tehát két autót lőttek ki, Szulejmánit, a tanácsadóit, a legnagyobb sita miliciák parancsnokai, tehát itt mindenkinek minimum tucatnyi amerikai katona halála száradt a lelkén. Zárásként még nem lesz rend soha a közel-keleten. Ha csak a nemzetközi rendszer három legnagyobb hatalmának a viszonyait nézzük, akkor ezt a leegyszerűsített táblát kapjuk a térséggel. Kapaszkodunk, jön az, amiben már a nem állami szervezetek, meg Európa meghatározó hatalma is benne vannak. És ugye ebbe az a félelmetes, hogy vannak, akik egyébként tök jóban vannak egymással, de az adott térségen belül másokat támogatnak. Tehát pokoli nehéz, és eleget raboltam az idejüket. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmet. Tesztelje tudását a Rubikon Próba online történelmi kvízjátékában. Rubikon próba.com ha tetszett a videó, akkor hasonló tartalmakért iratkozzon fel csatornánkra.